Köszöntöm Miért című műsorunk nézőit. A kábítószer ellenes világnapon a szenvedélyek napját is megtartják Kaposváron, hogy mire igyekeznek felhívni a figyelmet, és mire elegendő egy ilyen nap. Erről is kérdezem Kovács Gergelyt, az Indít Közalapítvány Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központjának intézményvezetőjét. Ugye június végén tartják világszerte a kábítószer ellenes világnapot, de mire elegendő tényleg egy ilyen nap? Sok szeretettel üdvözlöm én is a nézőket. Hát igazából egy nap az nagyon kevés, ami lehetőség van ilyenkor. Ebből próbáljuk kihozni a maximumot. Ez 1988 óta nevezik kábítószer ellenes világnapnak, ezt az ENSZ határozata döntött így ebben. Mi inkább azt mondjuk, hogy ez prevenciós tevékenységre, a kábítószer káros hatásaira próbáljuk felhívni a figyelmet, illetve hogy milyen segítségkérési lehetőségeik vannak. Ugye a világnaphoz kapcsolódik a szenvedélyek napja Kaposváron, amit önök szerveznek. Kik tartoznak a célcsoportba? Hát 9. alkalommal tartjuk meg Kaposváron a szenvedélyek napját. Igazából azt mondjuk így, a skála vagy a spektrum az mindenkinek számára nyitott. Nyilván inkább a fiatal korosztály, aki megjelenik a rendezvényeinken, vagy a különböző foglalkozásainkon, de hogy a legkisebb az mondjuk 13 éves lehet, az idős korosztály, mondjuk a 60 pluszosok is megszokták látogatni a rendezvényeinket. Fontos az, hogy illegális és legális szerekről is próbálunk információt átadni az érdeklődőknek. 13 éves kort említett, már ekkor találkoznak a gyerekek kábítószerrel, vagy már ennél korábban is esetenként? Hát azt gondolom, hogy a legális szerekkel mindenképpen 13 évesen már tudunk találkozni, ugye az a leginkább ismert az alkohol és a cigaretta. Az alkohol a nagyon egyszerűen egy magyar társadalomban, az alkohol az a napjaink része. Biztos hallotta már mindenki azt a kifejezést, hogy nyald meg a sörnek a habját, és akkor kicsit megrázkódik a gyerek, mert milyen keserű. Vagy azt, hogy az alkoholnak vannak jótékony hatásai, vagy esetleg a falvakban a disznóvágás előtti pálinkafogyasztás is. Vagy közbeni. Vagy közbeni, így van. Tehát azt mondom, hogy a magyar kultúrának a része az alkoholfogyasztás, ami így folyamatosan a napjainkban tud lenni, főleg nyáron a rozézás, mármint egy fröccs formájában, egy jó hideg sör a Balatonparton, vagy este egy beszélgetés keretében. Tehát a legális szerekkel 13 évesen azt gondolom már tudnak találkozni. Itt szerintem az a fontos, hogy különböző prevenciós tevékenységben ennek felhívjuk a káros hatásaira a figyelmet, hogy hogy lehet ezt mégis úgy fogyasztani, hogy abból később ne legyen probléma. Hol a határ? A határ, én azt gondolom, hogy ez van, a legális és az illegális szereknél is. Így van. A határ az, hogy vannak ugye alkalmi használók, akik szociális jelleggel egy bizonyos életkorban próbálkoznak, kipróbálnak bizonyos szereket. A határozatban egy szenvedélybeteg karrier, hogy amikor már úgy fogalmazzuk abból, hogy amikor nem irányítok, hanem a cucc, hogy szerintem az a fontos, hogy mikor jön el az a határ, amikor már mondjuk azért megyek buliba, hogy ihassak, vagy azért maradok otthon, hogy inni tudjak, vagy az aktuális szert, amit fogyaszt, az már a mindennapjai része. Nem véletlen szokták tartani novemberben a száraz november, amikor így le lehet mérni azt, hogy esetleg kinek milyen kapcsolata van egy bizonyos szerhez. Milyen korosztállyal találkoznak itt az Indít Közalapítványnál, akik mondjuk akár alkohol problémával, akár drog problémával küzdenek? Az Indít ugye az Integrált Drogterápiás Intézetnek a rövidítése, pont ennek az integrációnak köszönhető, egy egész nagy skálát tudunk befogni. Tehát mivel a prevenciós foglalkozásaink a közoktatási intézményekben vannak, így a fiatalabb korosztályt is el tudjuk érni, illetve a különböző foglalkozásaink, mint a ventilátorklub, vagy a bulisegélyszolgáltatás, és mivel az integrációnak köszönhetően, ahogy megyünk feljebb, ugye van egy alacsony küszöbű ellátásunk, ami a megkereső szolgáltatás, onnéltől kezdve eljuthatunk a felső küszöb, úgymond az egészségügyi részére, ahol már terápiás foglalkozások vannak, csoportfoglalkozások, amire azt mondjuk, hogy már egy motiváció van. Ezt igazából egy ilyen útnak szoktuk hívni, hogy tudjuk behozni az intézménybe, hogy tudjuk felhívni arra a figyelmet, hogy probléma van,
vagy esetleg neked ebből problémád lehet. Mikor adódnak a problémák? Milyen közegben, milyen körülmények között találkoznak, és mondjuk szoknak rá a gyerekek, akár az alkoholra, vagy a drogra? És ugye nem csak gyerekekről, fiatalokról egyaránt beszélhetünk. Mi az, amivel önök találkoznak? Ez teljesen sajátos. Bármelyik szer, szerintem nem az a, tehát hogy mindegyik szer, az nyilván addiktív. Az a fontos, hogy annak az embernek az a szer miért lesz a kiválasztott szer, hogy rá miért hat annyira addiktívan, mert nyilván nem lesz minden alkoholfogyasztóból alkoholista, vagy alkoholbeteg, és nem lesz minden marihuána fogyasztóból, aki mondjuk fiatalon kipróbálta, marihuána függő, ugyanígy a kokainra is ezt gondoltak, vagy ugyanígy, hogyha valaki nyugtatót, altatót vagy szorongásoldót használ, nem lesz belőle azonnal függő. Szerintem azt kell vizsgálni, és én azt gondolom erről, hogy nálam miért az a szer váltotta ki azt, hogy az rára annyira addiktív lett, hogy megtalálni azokat a pontokat, hogy az mit helyettesített. Ugye ezek a szerek mesterségesen manipulálják a központi idegrendszert, és az alapján ugye a dopamin termelésünket, ez az örömszerző központ. Az, hogy az a mesterséges szer, az miért lesz az ő kiválasztott szer, hogy miért kell neki azt mesterségesen manipulálni, kívülről bevinni azt a szert, azt kell megtalálnunk, hogy azt a rendes életében, hogy tud úgy komfortos, normál életet élni, boldog életet, hogy azt a szert ne kelljen neki használni. Említette a buli segélyszolgálatot, és azt, hogy iskolába is elmennek. Mondjuk egy ilyen buli segélyszolgálat, vagy egy iskolai felvilágosítás, miről kell, hogy szóljon? Azon túl, hogy ne fogyasszanak a gyerekek illegális szereket. A prevenciós foglalkozásaink az egy kötött, annak megvan egy tematikája, hogy mivel tudunk kimenni egy közoktatási intézménybe, amiben csoportfoglalkozás keretében a fiatalokkal felvesszük a kapcsolatot, milyen szereket ismernek, mi az, ami az ő életükben jelen van. Szerintem ismerik a szereket? Bocsánat. Itt az a fontos a prevencióban, hogy azokról a szerekről beszéljünk, ami az ő életükben megjelenik. Tehát, hogy az, hogy beszéljünk a heroinról, amikor ők még a heroinnal nem is találkoztak, maximum hallották egy filmbe vagy a híradóba, akkor azt gondolom, hogy nem kell arról beszélni a prevenciós foglalkozáson. Ha az ő életükben az alkohol vagy a designer szerek vannak, ami jellemző, akkor azokról beszélünk. Sokkal inkább az lényeg, hogy az ő életükben megjelenő problémák jöjjenek ki egy prevenciós foglalkozáson. A buli segély ebből a szempontból egy teljesen másabb, az egy nyitott, anonim szolgáltatás. Az például Kaposváron a Noszlopi utcában az úgynevezett soron található meg minden két hétben, ahol ott az érdeklődők vagy bárki, aki valamilyen kapcsolata vagy csak ismeretet szeretne szerezni a szerekről, az ott tudjon beszélgetni a kollégáinkkal, vagy meg tudjon kérdezni dolgokat, illetve azt, hogy megtudják, hogy Kaposváron hol foglalkoznak addiktológia kezeléssel. Itt Kaposváron két helyen, itt a Béke utcában, illetve a Pécsi utcában egy alkoholgondozónk. A buli segélyszolgálatnál oda mennek? A bulizók? Amikor ezt elkezdtük egy olyan 5-6 évvel ezelőtt, akkor egy kicsit nehezen indult. Most már azt mondom, hogy így megszoktak minket, lehet ilyet mondani, és hogy már ismerősként jönnek oda, hogy már találkoztam ezt a drogtotót, kitöltöttem, nálatok lehet egy óvszert kapni, vagy egy szőlőcukrot, vagy vizet, és akkor már úgy jönnek oda, hogy mi újság van veletek, nem értem oda, pedig akartam kérdezni, illetve az, hogy egy szórólapot szeretnék kérni, mert a múltkor elhagytam, amiben az elérhetőségek vannak bent. Hogy úgy azt mondom, hogy ilyen 6 éve elteltével már így a sor részei lettünk mi is, és hát azt mondom, hogy ilyen 30-50 körüli részvételi arányban jönnek oda a bulizók. És hogyha a hétköznapokat nézzük, a mindennapokat, akkor mennyire kérnek segítséget a bajba jutottak egyáltalán? Ők kérnek segítséget, vagy a környezetük? Mert azért valljuk be, ez még továbbra is egy tabu téma, és nehezen nyílnak meg ebben a témában az emberek. Igen, a sajnos az probléma, hogy tabu. Én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy erről minél többet tudjunk beszélni. Az első prevenció az mindig otthon történik, meg a családban. A családnak kell nyitottnak lenni arra, hogy beszéljen otthon a kábítószerekről, akár legális vagy illegálisról, hogy a fiatal az tudjon őszinte lenni ebben. Ha azt veszem, hogy jelenleg milyen veszélyfaktorok vannak,
akkor azt gondolom, hogy erről nagyon fontos lenni, hogy minden család beszéljen. Főleg úgy, hogy nagy százalékban jelen is van mindenkinél valamilyen addikció. Kik kérnek segítséget a szakemberektől? A segítségkérésnek is két úgymond módozata van. Az egyik az, hogy van egy elterelés, amikor valakit elkapnak kábítószer használattal a rendőrség, és egy elterelés vállal el, akkor egy 6 hónapos elterelésen kell részt venni egy terápiában. Nyilván ez a kötelező. Ez a kötelező verzió. Itt ilyenkor nincsen választás, valaki eljön, megvan ennek a törvényben előírt jogszabályban módszere, hogy kell részt venni egy ilyen terápián. A másik rész, amikor egy hozzátartozó kér segítséget, hogy probléma van a családban valamilyen szerrel. A hozzátartozók kérnek leginkább segítséget? A hozzátartozók kezdenek el érdeklődni, hogy milyen segítségkérési formák vannak. És a harmadik verzió az, amikor az egyén, akinek problémája van, felismeri, hogy problémája van egy adott szerrel, és bejön és segítséget kér, hogy mit tud csinálni, milyen lehetőségei vannak, mert a jelenlegi élete már úgy érzi, hogy élhetetlen. Az, hogy milyen fázisba érkezik be valaki, az is változó. Hogy hol tart a motivációja, hol tart ő a saját függőségében. Az, hogy esetleg lehet egy egyéni terápiába már bevonni, egy rehabilitációba, a különböző önsegítő csoportokban már részt tud-e venni, vagy részt akar-e venni, és hogy mennyire érzi erősnek magát a motivációja, hogy végig tudjon csinálni egy ilyen programot. Ugye gondolom minden egyes terápia személyre szabott, és az egyéntől függ, és az állapotától. De mégis hogyan kell egy ilyen programot elképzelni? Mennyi ideig tart? Mi az, amiben itt az alapítványnál segíteni tudnak? Hát igen, erre szoktuk azt mondani, hogy nincs két ugyanolyan eset, nincs két ugyanolyan kliens. Ugye a szenvedélybetegség az nem egy egyéni betegség, az mindig egy közösséget érint, egy családot. Itt közösen kell dolgoznunk a családdal, illetve a szenvedélybeteg klienssel, mert külön-külön nem lehet. Egy szenvedélybeteg, ha részt vesz egy rehabilitáció, mondjuk egy 6 hónapos rehabilitáción, nem ugyanaz az ember fog kijönni mondjuk a rehabilitációból, aki eddig volt. Mivel ő neki az életben minden területhez kellett az adott szer, kellett ahhoz, hogy reggel fel tudjon kelni, elmenjen munkába, vagy a munka végén így tudott lazítani, kellett azon, hogy a családi eseményeken részt vegyen. Ha most kiveszem azt az adott szert, akkor egy másik ember lesz. Ugye folyamatosan egy illuminált, eufórikus állapotban volt, vagy megvonásban, most megkapok egy tiszta embert. Hogyha mondjuk egy alkohol esetéről beszélünk, mondjuk 20 évig valaki tud úgymond rejtőzködve alkoholt fogyasztani, az egész család tudja, a közeg tudja mellette, hogy neki problémája van. Ha ezt kiveszem, másképp fog működni, ezért a családnak is kell fejlődni, a családnak is kell, hozzátartozóknak is kell részt venni különböző programokon, ahhoz, hogy együtt tudják utána teljes életüket élni. Milyen sikerrel? A siker az mindig más nevezés. Meg egyáltalán mi a siker? Mi a siker? Nyilván mondhatnánk azt, hogy a siker az, hogyha valaki elkezd egy egyéni terápiát, elmegy egy rehabilitációba, és soha többet nem nyúl egy adott szerhez, tehát abszinens tud maradni, és teljes értékű életet tud élni. Klasszikus értelemben ez egy siker. Ha azt nézem, hogy valakinél már az egy siker, hogy egy megbeszélt időpontra, amit eddig soha nem tartott be, meg tud jönni, akkor a motivációja már adott arra, hogy megjelenik az időpontot. Az egy siker. Ezért kell kitűznünk rövid távú és hosszú távú célokat. Vagy az, hogy mondjuk el tudja azt intézni, hogy a szociális körülményei javítása érdekében bizonyos intézményekkel felveszi a kapcsolatot. Ha nincsenek meg a személyi okmányai, azokat hogy tudja pótolni. Ha rendőrségi ügye van, azokba hogy tud elébb menni és elfogadni, hogy azok a jövőben is lesznek. Ezek már sikerek lehetnek, hogy felismerem azt, hogy problémám van ezek, és elkezdek rajta szépen dolgozni. Az már én azt gondolom nagy siker, hogyha valaki bejön, és azt mondja, hogy nekem problémám van egy adott szerrel, és segítséget kérek. Ez egy nagyon nagy siker, és szerintem ez egy erő is kell, hogy már ezt felismerjem. Ebből már lehet dolgozni, és ezt lehet használni arra, hogy akkor próbáljunk neki mi is segíteni. Van szer, amitől mondjuk a legnehezebb leszokni, vagy amelyiktől a könnyebb megszabadulni? Hát mindenkinek más a nehéz és más a könnyű. Nem egyszerű, az biztos, hogy nem úgy történik, hogy beveszünk egy tablettát, és akkor nem fog hiányozni. Ez sajnos minden szép és minden jó. Igen, sajnos ez a médiának egy rossz hatása, amit az interneten, vagy esetleg
a televízión keresztül látunk, hogyha beveszek egy tablettát, akkor már karcsú leszek és izmos leszek. Nyilván ez nem így van. Nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell önismerettel foglalkozni ahhoz, illetve a betegségünket meg kell ismerni. Mint a nevében is benne van, hogy ez szenvedélybetegség. Ezt fel kell ismernünk, meg kell tanulnunk. Együtt tudunk vele élni, és akkor egy teljes életet tudunk még élni. És szerintem azt gondolom, hogy nincs soha rá késő ezt belátni. Mindig van döntésünk, mindig van választásunk, de nyilván az elején ez egy kemény dolog, hogy ebbe így beleállok, és azt mondom, hogy felszámolom az előtte lévő életemet, és elfogadom, hogy nekem problémáim voltak. Beszélgetés elején említette a fiatalokat, hogy főleg ők vannak a fókuszban a prevenció tekintetében, és ugye ők a legnagyobb designer drog fogyasztók. Ugye tiltólistára kerülnek folyamatosan különböző szerek, de már rögtön jelennek meg azok módosításai. Ez mennyire veszélyes a fiatalok számára akkor, amikor tényleg nem lehet tudni, hogy miből áll az a szer, és milyen hatása lehet? Így van, hát ez egy ilyen, kicsit egy ilyen örök harc lesz szerintem, ahogy a tudomány fejlődik, és a kábítószereknek az alkotó elemeik változnak. És ugye tegyük hozzá, hogy ezért hallani rémtörténeteket. Nyilván hallani rémtörténeteket, és az a baj, a rémtörténet, az mindig egy kicsit sokkal nagyobbra van fújva, mint a valóság. Az biztos, hogy a dizájnerszerekkel foglalkozni kell. A dizájnerszereket én azt gondolom, hogy jelenleg teljesen visszaszorítani nem lehet. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy piac, gazdasági érdekek fűződnek hozzá, ezáltal ez teljesen kizárni nem lehet. Azért veszélyesek ezek az új típusú dizájnerszerek, mert esetleg még tiltólistán sincsenek, illetve a díler se tudja azt, hogy ő mit árul. Lehet, hogy az, amit ő azt hiszi, hogy az két ugyanolyan hatóanyaggal lévő szer, az a valóságban nem tükrözi ezt. Ezért kell meggondolni, hogy ha vásárolok, hogy azt egyáltalán, ez egy olyan bizalmi viszony, hogy ezt így elfogadnám a sima életben, bárkitől, hogy én azt mondom valamire, hogy ez az a szer, és azt beveszem, míg a dealertől elfogadja a használó. Ez a fiatalokra lehet igen veszélyes, a nyárban azért jobban előfordulhatnak a kábítószerek, a bulizásba. Én azt gondolom, hogy pont erről szól egy szenvedélyek napja, hogy ezekre hívjuk fel a figyelmet, hogy ha már találkozol vele, ha baj van, hogy tudsz segítséget kérni, kihez tudsz fordulni. Ha elutasítást is kapnál, akkor kik azok, akiknél tényleg tudsz segítséget kérni. És szerintem ez a fontos, hogy ezt próbáljuk erősíteni, hogy ha baj is van, akkor tudj segítséget kérni, és hogy vannak azok az intézmények, akiknél a szakemberek foglalkoznak veled, és ne kezeld ezt tabunak. Mert az már ugye lehet egy frusztráció, hogy tagadom, a családban feszültséget okoz, hát hogy sokkal inkább én azt gondolom, hogy szenvedélyek napja erre hivatott. A buli hevében, az adott társaságban ciki kimaradni akár mondjuk a drogfogyasztásból, vagy valamilyen szer kipróbálásából, ez milyen hatással van a fiatalokra? Hát ez attól függ, hogy kinek mennyire érett a személyisége, vagy mennyire erős a személyisége. A prevenciós foglalkozásaink pont erről szólnak, hogy vannak benne játékos feladatok, amikor is az, hogy nem ciki nemet mondani, és hogyan tudok nemet mondani. Hogy ez a, ami a prevenció, amire hivatott lenne, hogyha találkozok vele, akkor hogy tudok nemet mondani, hogy ne legyen az ciki, hogyha négyen azt mondják, hogy ezt próbáld ki, hanem azt, hogy azt tudom mondani, hogy nem, nekem erre nincs szükségem. Na, hogyan lehet nemet mondani? Azt gondolom, hogy nagyon egyszerűen annyit kell mondani, hogy nem szeretném. És tud ez trendi is lenni, hogy azt mondom, hogy nem. Erről talán már más is így beszélt, hogy a dohányzást más országban hogy próbálták visszaszorítani, annyit mondtak, annyit volt a hirdetés, hogy ne dohányozz, mert büdös. És az így működött, és nem kellett nagyon nagy prevenciót ezt hozzátenni. Hogy azt gondolom, hogy pont ez lenne itt is a prevenció az a hivatott, hogy nem ciki, hogyha azt mondom, hogy én ezt nem szeretném kipróbálni, de fontos, hogyha kipróbálom, akkor van segítség. Nyilván azt nem lehet mondani, hogy mindenkinek vannak olyan személyiség, akik kicsit próbálkoznak, kicsit nyitottabbak a világra, és azt mondják, hogy nekem ezt kell, neki akarom próbálni. Amire azt gondolom, hogy nincs ezzel semmi probléma, addig, ameddig ez nem lesz kóros. De ha már kipróbáltam, azt úgy tudjam kipróbálni, hogy minél több információm legyen arról, hogy mi lehet a hatása, mi történt velem, illetve hol tudok segítséget kérni. A nyár mennyire fő szezon a drogfogyasztás szempontjából, ugye elindult a fesztivál szezon is. Így van, hát a fesztivál szezon ugye júniusban
kb. Elindulnak, így mondhatni azt is, hogy Magyarország a fesztiválok országa, ez, ha jól tudom, augusztus végéig így betart. Hát nyilván ilyenkor bulizni való fiatalok, külföldről érkeznek fiatalok, nagyobb számban tudnak megjelenni droghasználók, legyen az illegális vagy legális. Azt gondolom, hogy itt különösképpen érdemes arra odafigyelni, hogy hogyan is állok én ezekhez a szerekhez, vagy leginkább az alkoholhoz, hogy próbáljunk meg azt, hogy nyár van, hogyha már alkoholt iszunk, kicsit hidratáljuk a szervezetünket, figyeljünk oda a cukorbevitelre, a vízbevitelre, hogy akkor ezekre is egy érdemes egy kicsit okosabban, tudatosabban működnünk. Itt az alapítványnál csak drog és alkohol problémákkal küzdőkön segítenek? Nem. Az alkohol és a drog nyilván, a kábítószer az a két főbb elemünk, de ugyanúgy a gyógyszerfüggők, szerencsejátékfüggők, vagy a párkapcsolati problémákkal küzdőknek is ugyanúgy tudunk segítséget nyújtani, egyén, illetve csoportfoglalkozások keretében. Műsorunk végén mondjuk el, hogy hova fordulhatnak segítségért. Azok a családtagok, vagy azok a szenvedélybetegek, akik leküzdenék ezt a problémát? Kaposváron két helyszínen lehet minket megtalálni, a Béke utca 47, illetve a Pécsi utca 32 szám alatt. Tehát van segítség, csak azt kérni kell. Így van. Kovács Gergelynek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, önöknek köszönjük a figyelmet. Miért a legközelebb is jelentkezünk itt a Somogy Televízióban. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!